Azért is járom az erdőt, hogy gyűjtsem a természetes formákat, bele tudom komponálni azt, amit látok a faragásba. Mondani valóval rendelkező motívumnál fixen megvan, hogy mi az, amit rajta kell, hogy szerepeljen, de azt, hogy ez pontosan hova kerül, azt én határozom meg. Szükséges a fantáziám ahhoz, hogy összekomponáljak egy mintát, egy motívumot. De aminek rajta kell, hogy legyen, az ott lesz. Ez a láda az én vizsgamunkám, és egy számomra kedves történetet terveztem rá. Ő egy tanárnő, aki együtt zenél diákokkal és értelmi sérült gyerekekkel. Ez a zene, ez közelebb hozza őket egymáshoz. Van magányos része is, és van, amikor táborban gyerekeket tanítok, és az abszolút nem magányos. Majd amikor lesznek ilyen ügyes tanítványaim, és ők érik el a sikereket, majd akkor szerintem jobban úgy fogom érezni, hogy valamit hozzáraktam így a világhoz.